Sziasztok! A Fit Academy mai epizódjában a magvajak közti különbségeket fogjuk megvizsgálni. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy szinte mindegy formák, pedig ez nem így van. A különbségek a tápértékekben, de az egyéni előnyökben is megtalálhatók, amelyek a magvajak kínálnak számunkra. De kezdjük azzal, hogy hogyan oszthatjuk fel a magvajakat. A magvajak fajtái összetétel szerint mogyoróvaj, kesudióvaj, mandulavaj, mogyoróvaj és pisztáciavaj, valamint a különböző magvakból készült vajak. Textúra szerint is csoportosíthatjuk, ilyen például a sima vagy a ropogós. A sima jobb a főzéshez, a ropogós pedig jobb a turmixokban, ahol sűrűséget és ízt adok hozzá. Nézzük meg mag aránya szerint. 100%-os magvajak, ezek nem tartalmaznak semmilyen adalékanyagot, és a szervezet számára a leghasznosabbak. A magvajak lehetnek kiegészítve valamilyen extra összetevővel, fehérjével vagy gyümölcsekkel, ezeknél figyelj a cukortartalomra, valamint sót vagy pálmaolajat is tartalmazhatnak. A fehérjés magvajak a fehérje és az egészséges zsírok kiegészítésére szolgálnak. A földi mogyoróvaj rendelkezik a legmagasabb fehérje tartalommal, 28,9 g fehérjét tartalmaz. A pisztáciavajban van a legkevesebb zsír, pontosabban 46 g. Közel mögötte következik a mogyoró és a kesudióvaj. Érdekes tények a magvajakról. Nézzük meg a földi mogyoróvajat. A földi mogyoró nem dióféle, hanem a hüvelyesek közé soroljuk. Segít megtartani vagy csökkenteni a súlyt, segít a jó lakottságérzés kialakításában. Többszörösen telítetlen zsírsavak alkotják, és gazdag niacinban, magnéziumban és E-vitaminban. Összetételének köszönhetően támogatja a szív egészségét azon sportolók számára, akik előnyben részesítik a telítetlen zsírtartalmat. A kesudió kevesebb zsírtartalmaz, mint más diófélék. Ezért nem csak általános egészség szempontjából előnyösek, hanem ez a táplálkozási tény a sportolók számára is fontos, akik figyelemmel kísérik kalóriabevitelüket. Nézzük is meg a kesudió vajat, amely gazdag magnézium forrás, ez fontos az anyagcsere funkciókhoz, és a napi nátriumbevitel 26%-át tartalmazza. Kevesebb zsír, ezért kevesebb kalória. Nem tartalmaz omega-3 zsírsavakat. Nézzük meg a mandulavajat. Ez több rostot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, mint a földi mogyoró. Magnézium, foszforsav, folsav, omega-3 zsírsavak és E-vitamin gazdag forrása. Egy adag a napi bevitel 40%-át tartalmazza. Az E-vitamin segíti a sebgyógyulást és véd az UV-sugárzástól. Magas a fehérje tartalma és növeli a jól lakottságérzését. Nézzük meg a mogyoróvajat, ez is az egészséges zsírok közé tartozik, magas a folsav, illetve kálium tartalma. Egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakban gazdag, magas az omega-6 és 9 zsírsav tartalma. Napi 60 g fogyasztásra 12 héten át csökkenti a gyulladásokat, de nem kell ilyen sokat, napi 40 g is elég a gyulladás csökkentéshez. Térjünk át a pisztáciavajra. Ennek magas a B6 vitamin tartalma, 28 g pisztáciában több kálium van, mint fél banánban. A pisztácia tömegének 20%-a a fehérje. A pisztácia magas fehérje tartalmának köszönhetően a mandula mögött a második helyen áll. Magasabb az aminosabb tartalmuk is, amelyek nagyobb mértékben támogatják a fehérje egységek növekedését, mint más diófélék. Ha érdekel ez a téma, és szeretnél többet erről megtudni, akkor olvasd el a cikkünket a blogon. Egy kis érdekesség például, hogy akiknek van emésztőrendszer érintettségük, azoknak az egészségének a magvajak jobbat fognak tenni, mint hogyha simán magvakat fogyasztanának. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem a magvajakat. Hogyha felmentek a Jim Beam webshopjára, akkor rengetegféle magvajat találtok. Ízesítésben is valamelyik ki van egészítve proteinnel, valamelyik banánnal, csokis, epres, áfonyás, mindenfélét találtak a webshopon, találtok 100%-os natur magvajakat is, úgyhogy nézzetek fel a webshopra. Hogyha tetszett a videó, akkor osszátok meg, kommenteljetek, iratkozzatok fel a csatornára. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!